Egy szál harmonikával kápráztatta el a törzs vendégeket a Hotel Silver 25. születésnapi bulián Szabó Ádám. A nagy versenyeken hatalmas sikereket elérő művész megmozgatta az ünneplőket, sokan táncoltak az örökzöld slágerekre. A születésnapja, azért másfit mondjuk egy személynek a születésnapja. Itt azért tényleg egy szállodát ünnepünk, ahol nagyon sok vendég megfordult. Itt most a törzs vendégek vannak, tehát olyan, mintha a törzs vendégek tényleg, ők mindannyian születésnaposak lennének. Tehát ez egy ilyen nagyobb és nívósabb esemény volt. Nem azt mondom, hogy bárkinek a születésnapja elmenni, nem az, mert mindenkinek egy megtisztelő dolog ott lenni a születésnapján, de itt most ez egy tényleg egy ilyen, tényleg egy nevesebb alkalom volt, amire jobban oda kellett figyelni. De Istennek nem volt ez a lámpaláz bennem, hogy ez mondjuk eltántorítsanak, hogy jól sikerüljön. Tényleg nagyon-nagyon jól éreztem magam, és jó érzés volt, hogy az emberek is ennyire felszabadultan ünnepelték ezt a 25-ös számot. Én amikor beléptem ide az étterembe, akkor az volt az érzésem, mintha egy nagyon nagy lagziba jöttem volna. Aztán meghallottam Szabó Ádámot, ez csak megerősítette. Milyen repertoárral készültél? Hát ugye nagyon vegyes nekem a repertoárom, nincs soha ugyanaz a repertoár egyenletlen koncerten sem, mindig próbálok változatosabban előadni, de ilyen retro dalokkal, meg mai popslágerekkel mindig telerakom a műsort, mert úgy érzem, hogy tényleg például a retro daloknál, hogy mindenki akkor kezd el igazán táncolni, amikor ezeket meghallják, azzal tudnak azonosulni, főleg egy ilyen 25-ös számnál, ilyen születésnapnál, ugye, hogyha törzs vendégekről is beszélünk, akkor már 25 évvel ezelőtt is jöttek. Én most vagyok, most leszek 31, tehát hogyha én voltam 6 éves és ők már ide jártak, akkor gondolom, hogy olyan zenéket hallgattak, amiket akkor én még nem ismertem, de én ezeket szeretem, tehát én retro dolgokat nagyon szeretem, szóval rengeteg ugye Máté Péter volt, például Hungária is, tehát úgy gondolom, hogy sikerült így eltalálni itt az ízlést. Eurovíziós dalfesztivál, Hotel Silver, és még lehetne sorolni itt a sort. Hát mind-mind különböző egyéniséget igényel, mind-mind különböző felkészülést igényel. Hogyan emlékszel vissza a televíziós szereplésekre? Azért az egy teljesen más kihívás, mint mondjuk egy Hotel Silveres fellépés. Abban más, hogy ugye ott ilyen tévés felkérésre mindig, tehát egy számot kell betanulni, és akkor arra készülni nagyon. És tehát ott ugye még nagyobb a lámpaláz benned, mert ugye ott hát jobb esetben több millió ember néz, és tehát azért ezt így átgondolva nagyon-nagyon sok múlik ezen. Itt az ilyen fellépéseken igazából nekem ennek a munkámnak, ennek a belefektetett energiának igazából a gyümölcsét életem meg. Tehát ez egy szórakozás számomra, ami ugye nagyon sok munkával járt, és nagyon sok tényleg feláldozott napért, amit én nem a barátokkal töltöttem el, mondjuk, hogy nem osztálykirándulásra mentem a többiekkel, hanem mondjuk harmonika versenyekre, meg otthon gyakoroltam, szóval ezeket igazából én élvezem csinálni, ahol most is jövök, tehát nekem a munkám, a
az tényleg az a hobbim is, meg az, amit én nagyon-nagyon szerettem volna egész életemben, hogy szórakoztattam az embereket, és ezáltal tényleg én is szórakoztatva vagyok. Az alapja a tehetség. Ez megkérdőjelezhetetlen. Aztán jöttek a televíziós felkérések, és jött vele együtt a népszerűség is. Hogyan lehet kezelni ezeket a helyzeteket? A televízióból fakadó népszerűség az igazi visszajelzés, vagy mondjuk egy Hotel Silver, vagy egy ehhez hasonló fellépés utáni elismerés jelent többet? Hát így az emberi oldala nekem mindig fontosabb volt. Tehát az, hogy mondjuk ide jön valaki hozzám gratulálni, és tényleg tehát őszintén gratulál, mert most az ember szerintem nem megy oda senkihez, hogy valamit így hazudjon neki, hogy jó voltál, nem úgy gondolja, hanem tényleg aki őszintén ide jön, az nekem valahogy fontosabb volt mindig is, mint bármilyen elismerés. Nyilván tényleg én a Starbustert még elnyertem 2020-ban, az egy nagyon nagy élmény volt, még nagyon nagy ilyen megtisztelő dolog, hogy az emberek megszavazták azt, hogy én legyek akkor a legjobb, de ugyanolyan fontos volt, talán még fontosabb az, hogy személyesen gratulálnak, akár belenézve a szemembe, és tényleg őszintén gondolják azt, mert az tényleg egy olyan visszajelzés, ami annak eredménye, hogy jó helyen vagyok, meg tényleg sokat dolgoztam ezért. Nagyon-nagyon finom volt az étel, tényleg ritkán eszek ilyen finomakat, meg fogyasztunk édesapámmal is ilyen finomakat, szóval a szájíz az nagyon-nagyon jó, még a testmozgás is megvolt, tehát konditerem nélkül használhattam én itt a testépítést, szóval nagyon-nagyon jó fogok távozni, és remélem, hogy a 30-on vagy az 50-en is illetek majd itt.